Tisztelt Országgyűlés, ne legyenek másodrendű állampolgárok az oltatlanok. Ezt a követelést kizárólag a Mi Hazánk mozgalom fogalmazza meg, ám a Fidesz és a balliberális tömb is az oltást erőlteti, megbélyegezve ráadásul azokat, akik nem szeretnének élni ennek a lehetőségével. Orbán Viktor és Karácsony Gergely egymással versengve kampányolnak a vakcina mellett, amelyért egyébként a gyártók semmilyen felelősséget nem kell, hogy vállaljanak. Ráadásul a lezárások okozta gazdasági károkból sem veszik ki a részüket. Abban az időszakban, amikor családok megélhetése került nehéz helyzetbe, emberek százezrei veszítették el a munkahelyüket Magyarországon, a különböző multicégek, óriás tech cégek és a gyógyszeripari nagyvállalatok gazdagodtak, és a kormány ekkor sem vetett ki rájuk járványszolidaritási adót, hogy ők is kivegyék a részüket legalább a lezárások okozta gazdasági károk viseléséből. Amikor a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvény vitájában felszólaltam az oltatlanok jogaiért, akkor Nacsa Lőrinc KDNP-s és Arató Gergely DK-s képviselő együtt esett nekem, nagy koalíciósan ecsetelték, hogy ők bizony mennyire egyetértenek abban, hogy az oltás a megoldás, és Arató Gergely még kifejezetten ki is emelte, hogy nagyon sok mindenben a DK nem ért egyet a kormányzattal, de e tekintetben aztán semmilyen vita nincsen köztük, holott én tényeket, konkrét eseteket hoztam fel, és erre mind a kormánypárt, mind a DK részéről a megbélyegzés volt csupán a válasz. A kormánynak több képviselője odáig is elmerészkedik, hogy elkezdik hergelni a közvéleményt az oltatlanok ellen. Szijjártó Péter külügyminiszterként például arról beszél, hogy az oltatlanok a felelősek a gazdasági, a társadalmi és az egészségügyi károkért. De Orbán Viktor miniszterelnökként, akinek elvileg a nemzet minden állampolgárát képviselnie kellene, azt mondta, hogy a baj azokkal van, akik nem oltatták be magukat. Ezek az emberek tisztességesen dolgoznak, gyermeket nevelnek, adót fizetnek, TB-t fizetnek. Erre, mivel más a véleményük egy adott kérdésben, mint a miniszterelnöknek, maga a miniszterelnök az, aki megbélyegzi őket, és az egész kormány zsarolja őket azért, hogy oltassák be magukat. És annak ellenére, hogy fizetik a TB-t, az egészségügyben nem látják el őket. Sorra kapom az oltatlanoktól a panaszos leveleket, hogy akár fogászaton, akár kórházban, akár orvosi rendelőben egyszerűen nem kapnak egészségügyi ellátást. És amikor ezzel szembesítettem a kormánypárti képviselőket, Nacsa Lőrinc egész egyszerűen letagadta ezt, minthogyha ez nem történne meg a valóságban. De nem csak az egészségügyben rekesztik ki őket, hanem a munkahelyeik elvesztésével is zsarolják őket. Ezt az egészségügyben kezdték el, amivel szintén ismételten olyan nagy károkat okoznak ebben az ágazatban, amelynek a következményei beláthatatlanok. Nagyjából 3000 dolgozó hagyja ott azt az ágazatot, ahol egyébként fejlesztésre, pénzre, modern eszközökre és a dolgozók megbecsülésére lenne szükség. Ehhez képest a kormány inkább elüldözi őket azzal, hogy rájuk akarja kényszeríteni ezt az oltást. És nem, hogy magukba szállnának azok után, hogy ezeket a lehetetlen intézkedéseket meghozzák, hanem még folytatják. Orbán Viktor ugyanis bejelentette azt is a Kossuth Rádiónak adott interjújában, hogy nem csak az egészségügyben, hanem minden munkáltató számára a munkaadó, majd a munkáltatók előírhatják majd a munkavállalóknak minden ágazatban, hogy kötelező legyen az oltás, tehát nem csak az egészségügyben, nem csak az állami dolgozóknál, hanem minden munkavállalót a munkáltatója kötelezhet majd arra, hogy csak akkor tarthatja meg az állását, hogyha be van oltva. Miért nem tudják meghagyni az embereknek a szabadságát? Miért nem tudják felnőttként kezelni őket, hogy saját maguk hozhassanak döntést arról, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, vagy nem élnek? A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely tiltakozik az oltás kötelezővé tétele ellen, és nem fogadjuk el azt, hogy az oltatlanokat másodrendű állampolgárként kezeljék a saját hazájukban. Köszönöm a figyelmet!